Naprakészen üzemel a Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep. A jelenlegi működésről, visszalévő munkálatokról tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen. A fél éves próbaüzemnek a 2 hónapos téli ideje eredményesen lezárult. Ez fizikai, kémiai mérésekkel igazolhatóan hozza azokat a határértékeket az új szennyvíztisztító, amelyet a pályázatban vállaltunk. Tehát büszkék vagyunk arra, hogy már most lényegesen kevésbé szennyezünk a Mosoni Dunát, mint akár 1 évvel ezelőtt. Természetesen a próbaüzemnek a nyári időszaka még végre van, még hátra van, de bízunk benne, hogy novemberig teljes egészében be tudjuk fejezni a művet. Szennyvíz technológiai értelemben készen van az új tisztító, a projektnek azonban nincs vége, néhány dolog még vissza van, az engedélyeket viszont már megkapták. Ez az üzemviteli épület, amelyben most vagyunk, már érvényes és jogerős használatbevételi engedéllyel rendelkezik, és már egy-egyben az a szennyvíz technológia zajlik, amelyet a pályázatban vállaltunk, pusztán még a gáztermelés nem tudott elindulni, hiszen ennek a pályázatnak fontos része az, hogy a termelt biogáz egy részéből egy gázmotoros erőművel megtermeli a szennyvíztisztító a saját elektromos áramának a túlnyomó többségét. Növelve ezzel hatékonyságát, gazdaságosságát, valamint környezetkímélő képességét, ez ugyanis a kiemelt feladatai között szerepel a szennyvíztisztító telepnek. Mi nekünk az volt fontos, hogy ez a szennyvíztelep amellett, hogy stabilan működik, amellett, hogy jó hatásfok szennyvíztisztítást biztosít, egyrészt a csúcsoknál is le tudja kezelni a dolgokat, másrészt pedig energiafogyasztásban lényegesen alacsonyabb legyen, mint a hagyományos rendszerek, ezzel akár 25%-kal kevesebb energiát is jelenthet. Ennek a próbaüzemben kell a bizonyítását is megcsinálni, de úgy gondoljuk, hogy jó irányba haladunk, láttuk már, hogy ez várhatóan meg lesz. A környezettudatosság mellett az utókorra is gondoltak a tisztítótelep építésekor. Most jönnek a kvázi szépítési munkálatok, amitől szépé is válik ez a telep, és amire meg tudunk mutatni minden kedves fogyasztónak, és örömmel várni fogjuk a próbaüzem befejezete után, hiszen egy olyan gondolatunk is van, hogy itt ezt a telepet az oktatás is tudja használni, illetve kicsit közelebb hozzuk az emberekhez azt, hogy környezetvédelem, szennyvíztisztítás, és hogy ezt lehet professzionálisan is művelni.